Rosika drága. Mama. Meglátják a szomszédok. Nem is vettem észre, hogy a mama itt van. Szép kis plekkaságot csinálnak majd rólad. Nem törődöm az emberekkel, anyám. Te most megint a Biki fiúnak intettél, puszi. Sajnálom, hogy a mama meglátta, de én már abban a korban vagyok. Én csak azt mondom neked, ha te még egyszer elmész ebben a fiúval magánosan az erdőbe, én letöröm a derekadat. Tudod? Aj, tudja a mama, hogy a semmit sem ér. Dusika, de te ma reggel megint sírtál. Nem sírta. Ó, minek akarod megcsalni az anyuskádat? Mióta ez a Biki fiú elhozta neked a könyvét, azóta te sokat sírsz. Istenem, az első verses könyve. Mi másra való egy verses könyv? Hát mit akar ez a fiú? Van ennek valami hivatala? Nem muszáj, hogy mindenkinek hivatala legyen. Van, aki másra született. És akkor miből fogja eltartani a feleségét? Abból, hogy írkálja neked ezeket a versecskéket? Most hirtelen, 3 év után eszébe jutott a mamának megkérdezni. Igen. Igen. Azért jár ide. Hát mit akar ez a fiú? Én szerelmes vagyok a Bikibe, és boldog akarok lenni. Semmi más, csak boldog. Azt én is szeretném, Dusika drága. Akkor hagyjon engem a mama. Te most megint az ő könyvét olvasod. Már nem olvasok. És mit kap ez a fiatal ember, ha ír egy ilyen versecskét a lapba? Most még csak keveset kap, mert még csak most fedezték fel. Majd később többet kap. Tudod jól, hogy én szeretem ezt a fiút. Ez egy kedves, szép fiú. De semmi kilátás. Nagyszerű. El akarják venni tőlem a jogot, hogy boldog legyek. De tudja meg a mama, hogy ezeknek maguknak nincs joguk. Egyébként pedig már nem sokáig lesz terhére a mamának. Elutazik valahová ez a fiú? Pestre megy. Hát apuska tudott volna neki állást szerezni a földhivatalba, de a Biki nem akarta. Hogyne, hogy 4 koronáért rajzolgasson egész nap és elveszítse a tehetségét. Nézze meg a papát, mi lett belőle? Apuska egy szép, kedves, finom öregember. Igen, de senki sem akarja 30 évesen befejezni a lelki életét. Én most mindig azt mondjátok, lélek, 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 boldogság, boldogság. Egzisztencia, ruha, kenyér, lakás, arról ti nem akartok beszélni. Úgy látom, mi már sohasem fogjuk megérteni egymást. Egy fiatalságomban, egy életem, és ki akarom élni magamat. Tudja meg a mama, hogy ebből nem engedek. Anyuska. Csókolom. Mit csinál jó néni? Ó, csak vagyok, Pubinkó, csak vagyok. Nem haragszik a Szalai nénire, hogy én csak úgy mondom, Pubinkó. Ismertem a Pubinkót, mikor még ilyen icinke-picinke volt. Mondtam gyakran a papácskának a boltban. 1 kiló kenyér, 1 kiló cukor, 1 üveg sör, Biki úr. A Pubinkó gyakran elhozta egy kosárban, amit a Szalai néni vásárolt mi hozzánk. Az régen volt Szalai néni. Régen, régen. Nem is illik előhozakodni egy ilyen fes fiatal embernek, aki a lapokba ír. Mi van a papával? A papa a mellével jól tud zihálni? Vígan zihál. Különösen, mikor velem veszekszik. Ó, szokott a papa. A papának néha az a gondolata támad, hogy okosabb volna, ha most is a portékát vinném el a kuncsaftoknak, ahelyett, hogy a lapokba írok. Pedig annyit, amennyit a boltba használtam, azt eddig is megkerestem, pedig csak úgy a sötétben irkáltam. Sötétben? Igen. Amíg nem fedeztek föl. De most egyszerre 2-3 pesti lap is felfedezett. Na hát, így gondolkodik az a csúnya papa. Pardon, szabad!
mondja a papáról, hogy semmi asztma, semmi fulladás, csak úgy fújja a papa a levegőt. Hol volt azóta? Odahaza. Írt valamit? Írtam. Verset? Nem verset, levelet. Hova? Budapestre. Budapestre? Szalai néni! Mi az, Pubinko? Tudja, drága jó Szalai néni, hogy mit gondoltam az úton, mikor jöttem. Istenem, gondoltam, ha Szalai néni csinálna nekem még egyszer olyan jó, finom kis pirítós kenyeret. Olyat, amilyet senki más a világon nem tud csinálni. Eszelte is, Tusika, drága. Hogyne? Maga a legaranyosabb néni ezen a világon. Ahogyan az a vérben van, Pubinko. Elutazol ma ilyen? Elutazom. Maradj még egy-két napot. Egy-két napot, csak egy-két napot még. Nem lehet. Hidd el, nem lehet. Úgy tele vagyok annak az izgalmával, hogy megyek. Belebetegszem. Túlságosan átadod magad ennek a szuggesziónak. Délután az erdőben olyan kedves, olyan jó voltál. Boldog voltál? Boldog voltam. Még 6 óra. 12-kor megy a vonat. Éjszaka jobb utazni. Ám bár aludni nem fogok. Ilyenkor nem tud az ember aludni. Láttad te már Budapestet? De úgy igazán. Mert az ember nem mindjárt látja meg. Lassan fedezi fel. Én csak egyszer voltam Budapesten. 5 napig. István királykor. Az semmi. Ha látnád egyszer júniusban, hajnalban a Dunát. A nagy víz lila színű, a fodra bíbor piros. Akkor te is azt éreznéd, most belevetem magam ebbe a szép vízbe, és meghalok. Este csupa aranygolyó izzik a parton, és olvasztott arany folyik belőlük a fekete vízbe. Az Andrássy út, a Váci utca, lárma, fény, tűz, illat, csipke, sejem, prém, zsurnalizmus, irodalom, nagy politika, színház, szezon, pénz, álom, szerelmem, Budapest. Csak Budapesten lehet élni. Csak ott bontakozhat ki az ember. Ott az ember vagy nagyjá lesz, vagy elpusztul. Vidék, szép, tiszta, kedves, de unalmas. Hiányzik belőle a nagyság, a beteljesülés, a stílus. És a budapesti nők. Micsoda nők, szédítő nők, csodálatos nők. Csak a fiatalság szép ezen a csúnya világon. A fiatalság. A fiatalság, a fiatalság! Szerelmem. Angyalom, imádlak. Milyen kár, hogy örökre elmúltál én nekem, te drága. Ne mondj ilyet. Ne mondjon ilyet a gyönyörű szád, nem engedem. Te mindenem voltál, vagy és maradsz. De ha egyszer másként érzel, soha se tagad el. Nem bírnám elviselni, hogy egy percig is színészkedni légy kénytelen miattam. Csodálatos vagy. Csodálatos vagy. Lehet, hogy te már most is másként érzel. Lehet, hogy ott fönt, abban a másik életben, a sok szép nő között egészen elfelejtesz. De az is lehet, hogy mikor egyszer este magad leszel a szobádban, akkor eszedbe jutok majd, hogy én is vagyok. S rájössz, hogy eltévedtél, s mégiscsak én vagyok az igazi. És akkor visszajössz hozzám, vagy elhívsz magadhoz. Te drága, te felejthetetlen lélek, te. Visszajövök, magamhoz hívlak, az enyém leszel. Én nem kértem soha ígéretet. Én sohasem kértem, hogy esküdözz nekem. Én most sem állok az utadba, mert tudom, mivel tartozom a tehetségednek. Te a legcsodálatosabb, a legdifferenciálódottabb nő vagy. Lehet, hogy én is fiatal vagyok, és szeretnék boldogan élni veled. Boldog leszel. Nagyon boldog leszel, mert megérdemled. Csak 8 napig, legfeljebb 2 hétig nem látjuk egymást. Te vagy az életem. A tehetségem. Te vagy a mindenem. És ha soha többé nem is látlak, ha mindent meg is tagadsz tőlem, akkor sem gondolok rólad semmi csúnyát, semmi rosszat. Megrendítő vagy. Szent vagy. És ha mindent elveszítek, akkor is megmarad nekem egy. Meghalhatok. Imádlak. Érezni akarlak. Össze akarom csókolni a szádat. A melledet. A csípődet. Szép vagy. Szeretlek. Meg akarok halni tőled. Boldog vagy most? Nagyon boldog.
mama. Na, papa, megjöttél? Sokat jártál, papa? Egészen elfáradtam, mama. Az jó neked, papa, jó a tüdőnek. Megszaporodott a társaságunk. Már 11-en vagyunk minden délelőtt a sétatéren. Nagyszerű társaság, nagyszerű. Örülök, papa, hogy volt neked. Mama, éhes vagy? Nem én, de megkért a fiatal Biki. Megint itt van az a fiú? Psz, megint itt van. És hová tűnt? Biztosan bement a szalomba. Nem tetszik nekem ez, mama, nem tetszik. Á, papa, bent vannak a zongoránál. Itt rendet kell csinálni, mama, rendet. Á, papa, hát ez a fiatalság, fiatalság szabadság. Mégiscsak nekünk kell tartani azt a gyepőt. Hogyha elég erősek lennünk, papa. De az már elmúlt. A fiatalság. Ott van az erős, papa. No és? A Biki holnap elutazik. Elutazik? Pestre megy. És még nem is nyilatkozott. Az már nem is fog szólni, papa. Lesz ott neki valami hivatala? A lapokba fog írni. Mama, én ma délután elmentem valahová. Elmentem a helybéli szerkesztőséghez. Ó, te okos ember vagy, papa. Mondom, szerkesztő úr, engem nagyon érdekelne, hogy mennyit tud egy ilyen fiatal ember keresni a pesti lapoknál. A szerkesztő azt mondta, hogy a fiú most 10 koronát kap egy versért. Később 20-at. Ha híres lesz, akkor 40-et. Mama, ez nem egzisztencia. Mondtam én már neki, hogy beteszed a földhivatalba, de a Biki nem akarja. És a Lujzácska sem akarja. Hál' Istennek, hogy már elutazik. Hallod? Megint jön az a katona. Én már messziről megismerem a járását. Tudod, mama, amikor minket Boszniába vittek, na, akkor még semmi bajuszom nem volt. Papa, hát én még akkor téged nem is ismertelek. Látod, hogy benéz? Ez mindig így benéz. De papa, én azt gondolom, ez az a katonatiszt, aki a jogászbálon olyan sokat táncolt a mi Böskénkkel. Csak ugyan, mama. Nagyon tetszik nekem ez a katona. Nagyon szeretem ezt a katonát. Na, már itt van megint az a sárga is. Az a szomorú fiatalember. Nelly idehaza van? A templomban meg. Hát ha megjön, ne engedd az ablakhoz. De miért nem, papa? Hát ha egy kicsit beszélgetnek, akkor még nincs semmi baj. Megismerkedik és még lehet valami. Ez egy adótiszt, papa. Szalai bácsi is megérkezett. Van szerencsém, hogy van kedves Szalai bácsi? Vagyok. A maga fia szerettem volna lenni. Szerettem volna, hogyha ilyen finom, szép, kedves öregember lett volna az édesapám. Öregember már nem ér semmit. Nem teheti azt, amit akar. A zenéről beszélgettünk odabent. Wagnert magyaráztam. Én nem értek a zenéhez. Wagner új felfogást és új módszert hozott a muzsikába. Hagyja ezt! Maga máma úgy ki van forgatva magából. Velem is készített pirítost, most itt van a jó, finom pirítóska, és már kihűlt. Hát eljárás ez? Nem is beszélek többet a pubinkokkal. Bocsásson meg, aranyos jó néni! Ez is a Wagner miatt van, de én inkább megeszem hidegen is ezt a pirítóst, még ha el is rontom vele a gyomrom, még ha meg is halok tőle. Az már nem. Hidegen nem jó. Még hogy azt gondolja a pubinkó, hogy na hát ez a Szalai néni is tud valamit. Kisztihát! Na, maga is itt van, Füszfa úr. Csak voltam, mert már megyek. Úgy látszik, én kergetem el. Ha vénlány is vagyok, azért nem vagyok olyan ijesztő. Mindennél olyan öreg, amilyennek látszik. Ez bók akart lenni? Elmehet a finom bókjaival a fenében. No, de Nelko, drágám, már megint olyan goromba vagy. A Pubinkó papája nekünk régi ismerősi. Mit hivatkozik a papájára? Őt is elég régóta ismerem ahhoz, hogy goromba lehessek hozzá. Ez ragyogó. Ez végtelenül tetszik nekem. Kívülről egy bősz Brünnhilda, de a lelkében kis fülemülécske nyögvécselés dalol. Fejéhez röpülhet az a fülemület. Elko, már megint el vagy keseredve. Magának meg pipa szaga van. Hallottad, hogy elutazik? Pestre viszi az ördög? Ha a tehetségem ördög, akkor az visz oda. A maga esete már benne van mai lapban. Rólam van valami? Hol? A vegyesrovatban. Az egyszeri öreg német kisasszony van ott megírva. 90 éves volt, amikor meghalt, és azért nem ment soha férjhez, mert egyszer Goethének az ideája volt. Ez óriási. Mondtam mindig, hogy maga egy perspektívikus nő. Ne akarjon a témától eltérni.
Vannak még itt úgynevezett irodalmi mennyasszonyok. Maga már az előbb el akart menni. Igen, köszönöm. Isten vele, Szalai bácsi! Gondoljon mindig jó szívvel rám. Nelly nacsád, béküljön ki velem. Mert hiszen maga akármit is csinál, sosem lesz az a cinikus, akinek teszi magát. Maga visszautasította a verseskönyvem dedikált példányát, majd megvette a boltban titokban a könyvem. Az nem igaz! Én mindig nagyon szerettem és tiszteltem magát. Én is tiszteltetem magát. Kezi csókolom, drága jó Szalai néni. Bocsássa meg, ha nem voltam mindig kedves és jó. Az ember kívül nem mindig olyan, mint ami ember. Szalai néni mindig szerette volna, hogy szülessen neki egy fia. De sohasem született. És most a Pubinkó is elmegy. Ez az író sorsa, drága néni. Az élet hívja. A karrierje hívja. A művészet hívja. Kell, hogy kiélje magát, hogy alkothasson. De ez a rossz fiú nem sokára megint visszajön, és szépen kéri majd süssön neki jó pirítóst, és simogassa meg csendesen a szemét. De nekem néni, el muszáj menni. Egy írónak muszáj. Muszáj Pestre menni! Elkísérem! Papa, nem akarsz egy kicsit sétálni menni? Nem. Megyek, mama. Eddig legalább egy kellemes fiatal ember volt az utcában, most az is elment. A második ember, akivel szimpatizálni tudtam. És az első ki volt? Senki. Hol voltál első, drágám? Templomban! Azelőtt nem jártál annyit a templomba. A plébános tetszik nekem. Jézus Mária! Mit jesszusoz? Igazi férfivel nem kezdhetek? Hát választottam magamnak egy ilyen ideált. Ezt lehet csak távolból szeretni. Jesszusom, micsoda beszéd, ó szent Isten! Hallam, mama, még különbeket is, mert mit tettek maguk? Ide hurcolkodtak ebbe az ostoba városrészbe, ide, ahol csupa nyugdíjas ember, aki csupa titott öreg ember. Aki egyszer ide kerül, itt rohad. Én nem akarok itt rohadni, én férhez akarok menni! Férhez akarok menni! Hogy ti megöltök engem! Ki látja itt meg az embert? Kinek támad itt nősülni kusztusa? Nekem férj kell, aki engem innen kivigyen, bánom, és én akármilyen férj, csak férfi legyen. Ez a sárga. Nem volt még? Már ott volt az ablaknál, de elment. Aj, látott már ilyen ostoba férfit, mint ez a sárga? Két hete flörtölök vele, folyton bátorítom, mégsem mer szólni. Csak néz, néz, mint a birka. Mit akarsz ebben az emberrel? Férhez fogok hozzá menni. Ha se tudod, kicsoda. Bánom is én. Férfi. Sápad, sárga, beteges ember. Majd én meggyógyítom, olyan erős, egészséges embert nevelek belőle, mint a friss cipó. De az ablakon át ismerkedni? Mit törődik a mamaim velem? Engem már megcsípett a dér. A másik két lányával törődjék. Kérdezze meg Lújzát, mit mászkál annyit az erdőbe a költő úrral. Vagy kérdezze meg Böskét, mit lófrál annyit az utcán, és mit csinálnak olyankor az iskolások, mikor együtt vannak és táncolnak? Na és ez a katona sem hiába csörteti már messziről úgy a karját. Ezt nem lehet kibírni. Na végre, itt az én pasason. Látod már ilyen mutát, mint az a sárga? Most megijedt, mert haragosan néztem rá. Hát ne menjen el az ablaktól, maga szerencsétlen! Két hét után már csak megengedhet magának annyit. Na és ha szólna egy szót, vagy maga kukat alá? Néma, mint a hattyúmadár. Na, merjen már valamit, csináljon már valami okosat! Aj, Nelly, te ördög! Kérdez valamit a szemével? Csak érteném, hogy mit kérdez a szemével? Igen, igen! Hát persze, hogy igen! Jézusom! Ez most át fog jönni. Én ezt nem bírom veletek! Szabad! Komoróci! Komoróci Jenő adótiszt! Szalai Kornélia! Kornélia! Szép név!
A nénikémet is Kornéliának hívják, és ő a legdrágább nekem a világon. Igazán örülök, hogy maga előtt ilyen becses a nevem. Szabad? Kérem, foglaljon helyet. Köszönöm. Igazán örülnék, ha nem csak a nevemben hasonlíthatnék a nénikéjéhez. Inkább ide. A nénike. A nénikének köszönhetek mindent. Ha a nénike nincs, én már rég halott vagyok. A nénike mentette meg az életemet. A nénike iskoláztatott. Nem túl sok iskolát, de hát adótisztnek lenni. Nem valami nagy hivatal, de kellő szorgalommal meg lehet a színvonalat őrizni. Ha az ember tisztában van a múltjával, és nem mindennapi ember, akkor vigyázhat arra, hogy ne süllyedjen egy bizonyos nívó alá. A fizetésem mellé van egy kis évjáradékom is. Hogyne, persze, egészen igaza van. Nekünk, kérem, voltak birtokaink és kastélyunk. Csak amikor én születtem, ebből már semmi sem maradt. Aztán egy nap az anyuska csak úgy elutazott, és azóta sem lehet tudni, hogy hová utazott. Istenem! Apuska pedig főbe lőtte magát. Jézusom! És én, kérem, és én másfél napig feküdtem egy kastélyban, mert akkor éppen pólyás voltam, és senki sem gondolt rám, kérem szépen. És én sírtam ott, és senki sem hallotta. És én, kérem szépen, már egészen meg voltam halva. Ez, kérem, az éhségtől volt, mert egy ilyen csecsemőnek gyakran kell lenni, és én másfél napig minden táplálék nélkül voltam, ezt tessék el képzelni. Igazán sírni kellene ezen. És akkor jött a nénike. A nénike egy iparos emberhez ment feleségül, a nénikét az egész család kitagadta. De eljött értem akkor, amikor senki sem gondolt rám, és magával vitt. Jaj. A nénike olyan jól tudott bagyulálni. Tetszik tudni, a felvidéken nagyon hideg a tél. De hiszen, ezt önök is tudják, ha jól vagyok informálva, kegyedék is a felvidékről származnak. Az már nagyon régen volt, mi lányok már mind itt születtünk. És a nénike olyan jól tudott etetni. El is határoztam, egyszer megnősül, én is polgári lányt veszek feleségül. Azt nagyon okosan teszi, egy megállapod okos higgadt nőt. Ellenkezőleg, egy fiatal vidám teremtést. Az én kedélyem kisé bágyat, ezért fiatal vidám teremtés az én ideálom. Ugyan, magának egy energikus, erős kezű asszony kell, aki meggyógyítsa magát. De kérem, én nem vagyok beteg. Akkor mitől olyan sárga, olyan sovány? Tudom, Isten, ha én lennék a felesége, majd kipirosítanám. De kérem, én nem vagyok beteg. Csak vigyázok magam. Még hogy én beteg lennék. Tudom, hogy hamar meghűlök, ezért könnyen influenzát kapok, ezért télen-nyáron vastag talpú cipőbe járok, és jégerhalisnyát hordok. Tudom, hogy a gyomromat is hamar elrontom, és hascsikarást kapok, ezért mindenből csak parányi teszem. Parányi levest, lehetőleg üres levest. Parányi húst, lehetőleg jól átsütött marhahúst. Zsömlének is csak a héját, gyümölcsöt soha, csak párolva. Tudom, hogy a különbe is tudom felvigyáznom, ezért mindig felöltőben járok. És tudom, hogy nehezen alszom el, ezért orrogatást teszek a lábamra. Egyszer meleget, egyszer hideget. Tudom, hogy a szívemre is nagyon kell vigyáznom, ezért tartózkodom minden nagy emóciótól. Jaj, a szívem, jaj, a tüdőm, jaj, a gyomrom, micsoda egy nyavajás ember maga. Na majd én kezembe veszem magát. Vagy év múlva olyan erős, egészséges ember lesz magából, vagy csak... Na. Maga egészen megijeszt engem. Hát jól vanna. Visszavonok mindent, amit mondtam, de most már üljön le. Üljön le, na! Önök... Bizonyára megkapták a nénike levelét, amelyben közli önökkel, hogy ide helyeztetem magam, és átjövök meglátogatni önöket. Figyfenéket kaptunk, de nem levelet. De ön határozottan intett nekem. Hát persze, hogy intettem, azért intettem, hogy ne szamárkodjék már, hanem jöjjön végre át. Mert maga nagyon tetszik nekem. Húha! Hát...
első látogatását ilyen neveletlenséget követtem, hát első látogatását, hát ez borzalom! Mama, bemutatom magának! Komoróci! Komoróci, Jenő, adom tiszt! Nagyon örülök, nagyon örülök! Bocsánat kérek, hát első vizit, ilyen meggondolatlanságot, ilyen neveletlenséget követtem el! Semmi baj! Mi szeretjük a fiatal embereket. Csak kis beszélgetés, egy kis pletykálkodás, amivel telik az idő. Üljön le, hogy is hívják csak? Komoróci! Ja, igen, Komoróci, üljön le nálunk, kedves Komoróci! Önök megkapták a nénike levelét? Levele? Mi? Hát a nénike rokona a nagyságnak. Rokon? Igen, Szertecki néniket Pribolyból. Pignelli Pribolyról. 20 éve nem hallottunk róla semmit. No nézd csak, te csúnya fiú, te csúnya rokon. Hát nem jutott eszedbe hamarabb átjönni hozzánk. Hát tetszik tudni, az igazság, hogy én önök miatt helyeztettem át ide magam, mert olyan rossz egyedül, és önök rokonok ugye, hát éppen itt vettem lakást, itt éppen vizavi. Csúnya fiú, csúnya rokon. Hát csak most jutott eszedbe átjönni mi hozzá. Na hajja, azt mindjárt mondhatta volna, hogy rokon. Hát tulajdonképpen én nem vagyok rokon. Csak a nénike. Mert a nénike velem apai ágon, önökkel pedig anyai ágon. Az nem baj, ha nem is vérbeli, de mégis rokon. Értem. Bemutatom a rokonunkat. Szalai, a Jenő rokonunk! Igen? Az érdekes lehet. Kegyed a középső lányok közül? Igen. Kegyed, nem tüntet ki minket jelenlétével? Nagyon sajnálom. Ha az ember ilyen fiatal és szép lányt lát, mindjárt a jövőjére és a boldogságára gondol. Jó napot! Azt hiszem, első vizitnek kimerítettem a türelmüket. Fenéket merítettek ki, és mit etiketteskedik annyit, és úgy beszél, mintha létrájában. Na, maga mindent olyan robosztusan fejez ki. Ez bántja az ember nívóját! Á, papa, bemutatom a rokonunkat! Komoróci! Komoróci Jenő adótiszt! A vizavi! Rokon! Ő a Nelly néni öccse! Nagyon örülök, nagyon örülök. Parancsolj, foglalj helyet, mi nálunk. A pénzügyi igazgatóságnál méltóztatól dolgozni. Ugye? Igen. Hát... adótisztnek lenni nem valami nagy hivatal, de kellő szorgalommal meg lehet a színvonalot tartani. Én a kataszternél voltam 43 esztendeig. Hát az álom az nem ereszti az embert. Álom! Kiszívni! Minden államhivatal egy nagy spongyagyár. Jaj, te, kedves bátyám, te tiszteled az államot? Én már nyugdíjban vagyok. Én kérem megvetném az államot, de én erből tartózkodom a szenvedélyektől. Igen, a Jenő nagyon gyenge ember, beteges, de majd én kezembe veszem. Felerősödik, és majd megnyugszul. Hogy meg van győződve azzal, hogy én beteg vagyok? Erőszak! Az kell magának! Nem állom az erőszakot! Nem állhatom az erőszakos nőket! Ne nyafogjon már annyit! Kevesebb egyéni méltóság, több egészség maga nyimjál! Na, a végén még össze fogtok veszni. Kisztiáncsok, valam! Hol jártál, kislányom? Csak táncoltunk egy kicsit. Még most is benne van a valszer a lábamban. Bemutatom a rokonunkat! A vizavi. Rokon? Rokon, nagyszerű. És még hozzám ilyen csinos és jóképű. Kisasszony, hát... Őszke, te ördög! Semmi, papa, egy kis valszer! Kitáncolják a papát a szobából. Pardon! Hát kérem, hát... Papa gyönge és beteges! Kegyed, kérem, tüzesen táncolni, mert 10 éve nem táncoltam. Kegyed, mindenféle reményeket ébreszt az emberben. Ilyen kedves, csinos ember, miért ne remélhetne? Én már nagyon régóta szerettem volna boldog lenni, de
Eddig még sosem sikerült. Meghódítottam magát? Hát ha felelni mernék. Ne csinálj, te szemtelen! Még fel is pofozlak, csak angazsáld magadnak! Ne libacsák, miért avatkozik bele? Maga is kihúzza még a lutrit. Gyerünk, ne hagyja magát! Nem látja, hogy csak hetszet csinál belőlünk? Ezt nem lehet kibírni! Gyerünkem, maga tetszik nekem, és én nem fogok magáról lemondani. Én pedig megkontyollak! Fel vagyok háborodva! Tessék, ide kis kávécska! Jaj, milyen finom illata van ennek a kávénak! Jaj, nagyon szerettem a kávét! Bocsánat, hová szabad? A rokon ide a bal kezemhez. Így legalább bizalmi vagyunk. Kenek magának vajos kenyeret? Köszönöm, nem kérek vajos kenyeret. Sötéten szereti a rokon, vagy világosan? Imádom a finom kávét, Krisztinán, világosan. Köszönöm. Az a legrosszabb rész. Tudjuk a lábával jár. Maga a mellehusát szereti. Imádom a mellehusát. És kegyed mit szeret? Ő a katonatiszteket. Hogy te minket össze nem fecseksz. A Minika azt mondta, menj és nézd meg azt a három lányt. Nem akar a pubinkó mézes vajas kenyeret? Vastagon a vajat. És a mézet is. Tegyem rá a dió! Köszönöm, nem kérek dió. Azt mondta a nénike, a legkisebb az most pompás lehet. Hát még a hadnagy felvágja maga hasát! Kérem, ez engem idegesség tesz! Üljön le! Na, milyen kedves így! Jenőke! Kedves bátyám! Nelko, te már megint haragszol. A nénike azt mondta, hogy a legkisebb most olyan lehet, mint május végén a mandula virág. Milyen szépeket tud mondani maga, kedves csacsi fiú. Na, nem tűröm tovább. De kérem, hát elnézést, én bocsánat, ilyen illetlenséget. Mert ma már el sem lehet képzelni a gyermekoktatást, amelyet számol...
amely nem számol az oktatási alany pszichológiai megalkotottságával. Tararam, 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 tam, tam. Márkó, drágám, elrontod a szemedet. Na és az baj? Kinek tartogassam a szép szememet? Jaj, te már most megint elkezded ezt. Csak hagyja, mama. Én exponálom magam, idehozom ezen az egyetlen házasnál. Ezen a téren a kísérleti lélektan dús fölfedezéseket. Embert ebbe az ostoba zubba, és akkor ez a szemtelen pocok elcsaklizza előle. Hagyja abban, Elkom, drágám. Abba hagyom, mert elmegyek. Hová mész? Tempomba. Istenem, már megint kezded. Ha nincs kenyér, jó a kalács is, amióta nincsenek kilátása a Jenővel. Azt még úgyis el fogjuk intézni egymással. Állok elébe. Láttad a katonádat? Nekem nincs katonám. Nekem beszélsz, mintha nem tudnám, hogy ez az udvarni pista, akivel a jogászbálon a szupécsárdást jártad. Azóta vagy döglésig érte, hiszen kiráz a hideg, ha a karját csörögni hallod. Jaj, de buta vagy. Buta, liba vagy. Pardon. Lúd, lúd, lúd. Húzzád vágok valamit, hogy a tokodusz! Azt sem változtat azon, hogy én sokkal fiatalabb vagyok nálad. Ha én is olyan szorosra fognám az utcán a szoknyámat, és úgy kifűzném a melleimet, akkor én utánam is törni a frász a férfiakat. Nem fogom magam a te kedvedért legyanultatni. Azt hiszed, szép vagy. Túlságosan erős vagy. Itt is, meg itt is. Te rúzli sordó! Kihúzod még egyszer a kutvit? Ez se unja meg a fensztervezést. Megértelni az a lány, kiért kopik a csizmám. Fogsz te szegény még sírni azért, mert ez csak olyan nézhetsz rám, Jolá. Én már megtudakoltam. Te megtudakoltad? Meg. Édes vagy? Ne dörgölözz, mert ki nem áll. Na jó. Neki nincs semmilyen. Az apjának sincsen semmilyen. Ha a nagyanyja meghal, akkor jusson. Addig egy Stiglitz harmaton él. Na így nézel ki, babám. Az egész történet nem érdekel. Most megkaptad a fullánkot. Legyka fészek. Vedd fel az orrodat. Az orromat. Leesett az előbb a földre. Jaj, de okos, mint a tavaly kos. Jössz, Nelkun, drágám. Ja, úgy. A mama gárdírozni akar. Csak tessék. A mamának is tetszik a préhajlás. Azok már elmentek? A mamát és Nellust, érted? Nem tudsz valamit a levelemről? Vikitől kellett volna? Annak a levélnek már itt kell lennie, de elfogták. Miért gondolod ezt? Mert a mama elfogta a levelem. A mamus igazán nem ilyen. Miből gondolod, hogy a levelednek már itt kellene lennie? Onnan, hogy akinek azt a levelet föl kellett adnia, az nem merte, nem merhette később föladni. Aki egyet mer, az mást is mer. Majd megtudom én a postát. Mit csináltatok a levelemmel? Nem fogtuk az én idegeimmel, az én életemmel játszani. Most tél van, hófúvások vannak. A vonatok sem járnak rendesen. Lehet, hogy azért késik a leveled. Ti most engem itt kímélni akartok. Itt most csupa irgalmas nővér van. De ez nem szanatórium. Az én ügyem, semmi közötök hozzá. Régóta nem írt neked. Az ember az más, de a módszer ugyanaz. Előbb kevés levél, aztán ritkán levél, végül semmi levél, ez fáj. Így egészen, közönségesen. Nem akartalak zavarni, a katonatiszt. Egyszer vagyok fiatal. Én is egyszer voltam. Engem ne félts! Sokkal racionálisabb vagyok! Egy egzakt nő! Ilyen vas! Pityu! Megijedt? De hogy? De láttam, hogy megijedt. Legalábbis nem volt elkészülve rá. Nem jön ki? Jöjjön be! Jöjjek! Még sohasem tudtam magával 5 percig nyugodtan beszélni. Most lehetne. Jöjjön be! Egyedül vagyok. Hát ez csodálatos, de hát mit gondolnának magáról az utcában? Bárcsak semmi más ne tudnának, csak folyton én rólam beszélnének. Imádom. Hála Isten, mert mondani egy meleget szót. Mondok 3-at.
Imádom! 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 Bejön! Bocsásson meg! Pedig hogy szeretnék? Ó, magasságos egek, oly, de hogy szeretnék? Most beteszem az ablakot. Ha szeret, akkor bejön. Ha nem szeret, akkor nem jön be. Üljön le a katona! Köszönöm! Szeret! Drága! Valaki jön! Bezártam az ajtót, a macska volt! Ha valaki jönne, maga átmegy a harmadik szobába. Mikor az bejön az előszobába, maga kimegy az udvarra, és aztán az utcára. Az udvar az arra van, az utca pedig arra van. Éppen, tehát akkor a harmadik szoba az arra, az udvar. A harmadik szoba meg... Mi most ketten. De vagyunk ide. Zárva. Szép katona, szép katona. Jó katona! Vizes lett a katona. Megázott a katona. Sokáig jártam az utcán. Finoman ritkásan esett a hó. Mindjárt fel is olvadt. Tudja, ma nagyon sokáig kellett feljárkálnom. Hát én mindig végigmegyek az utcán. Először eljövök, aztán pedig vissza. Aztán betérek a másik utcába is, és úgy teszek, mintha most jöttem volna ki onnan. Az utca felső sarkán van egy bolt. Oda bemegyek, veszek cigarettát. Aztán pedig visszajövök. Az utca másik sarkán is van egy bolt, és oda is bemegyek. Ott is veszek cigarettát. Mamma, már háromszor vettem cigarettát. Édes, drága. Ugyan. De az a baj, minden a nagymamától függ. Tudja, a papa most elvesztette a vagyonát. A papa most jégkárbeslő. Tudja, hogyha egy földbirtokos elveszti a vagyonát, akkor jégkárbeslő lesz. Tudja, hát a nagymama pedig nagyon szigorú. A nagymama egy élemes felesége volt. És hát azt akarja, hogy én is az legyek. De hát kapni csak akkor lehet valamit, hogyha a nagymama... Szóval a nagymama... Igen. Igen. És akkor nem maradna más, mint a postához vagy a vasúthoz menni. És akkor én nem emelhetném fel újra a családunkat. Tudja, két nővérem is van. És azért nem megy angazsálni magát? Bocsásson meg. És azért nem mer hozzánk eljönni vizitbe? Azért. És azért félt bejönni is? Igen. Félt, hogy a mama itt éri, és akkor angazsálva lesz? Igen. Igen. Mert ha egyszer angazsálva vagyok, akkor mindennek vége. A mi szép szerelmünk is hiába. Hát, hogyha ezt a nagymama megtudja, hát a nagymamával nem lehet viccelni. A nagymama egy őrnagy felesége volt. Én úgyis falura megyek. Falura megy? Tanítani? Az ember 12 évig tanítják arra, hogyan tudja a kenyerét megkeresni, és egy óráig sem arra, hogy boldog hogyan tudjon lenni. Te muszáj falura menni? Hát, maga temperamentumával? Az ember nem tehet semmit, hiszen az élet mozsárba teszi és összetöri. Hát ez borzasztó. Ez szomorú. Elmegyek valahová messzire, nagyon messzire. De muszáj a falura menni, igaz? Hát a várostál is maradhatna, biztos kaphatna állást. Itt maradhatna, láthatnánk egymást, és akkor várhatunk.
Itt maradhatnék, ha maga nem volna itt. De hiszen éppen ezért. Nem akarok közel lenni magához. Imádlak. Ha én a te feleséged lehetnék. Ne bántson! Ne bánts, te édes! Drága! Drága szerelmem. Egyetlenem. Boldogságom, mindenem. Most menjen! Most gyorsan menjen! Lábújhegyen menjen! Kovácsa! Az udvar arra van, és az utca pedig jobbra! Miért zárkóztál be? Féltem. Féltél? Pont úgy nézel ki, mint aki félt. Féltem. Különben is mit törődsz vele? Itt valaki volt. Egy férfi volt. Férfi szag van. Megőrültél? Itt egy férfi volt. Bolond vagy? Itt egy férfi volt. Itt ült ő. La 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 la. És itt ültél te. La 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 la. Az összkét a fantáziá! Kapsz egy pofon. És te kettő! Ezt add ide. Nem hallod, állj meg! Kérlek máskor! Már épp a leget halasztod, ott a Jenőről van szó. Hagyd ezt most, csak most hagyd! Arra felej, nekem hajlandó vagy abba hagyni a hercet Komorócival. Ne kínozz most ebben az ostobasággal! Nekem nem ostobaság! Később átjön, és én addig el akarom ezt intézni veled, te szemtelen! Nellus, az Istenre kérlek, ne vadíts meg! Gyalázatos vagy, tudod? Nem bánom, magány vagyok, csak ne halljam a hangodat! Úgysem igaz, hogy te ezt férhez akarsz menni, mikor nyakig benne vagy egy másik szerencsét. Ha nem csinálod ezt a komédiát, de én majd megtanítalak. Hát jó van, taníts meg, csak most menj a fenébe. Azt hiszed, nem láttam, akárhányszor mellette mész hozzá, simulsz. A múltkor is mögött álltál és egészen ráhajoltál. Itthon is egyre fitoktatod a lábad és egyre betűröd a blúzodat. Ilyen piszkos konkurenciát persze, hogy nem mire egy korrekt leány. Farizeus! Én egy komoly nő vagyok. Nem pedig egy már megint hencegsz az erényeddel! Már megint fölényeskedsz! Visszaengeded a Jenőt, vagy nem engeded? Nem engedem! Nem engedem? Trucból nem engedem! Pukkalj meg, mégsem engedem! Nem engeded? Nem! Nem? Nem! Nem? Te ostoba, dragonyos! Úgy is abba hagyom vele. Semmi kedvem nincs már az ilyesmihez. Ki is fogod józanítani? Ki fogom józanítani? A levél a reggeli gyorssal megjött. A többit most már tudom. Szegénynek mennyi baja van abban a levél? Miért mondod szegény? Mit tudta a belső tüzet? Alaposan megváltoznak a nézetei. Abból a bizonyos első nagy szerelemből ritkán lesz valami komoly dolog. Mert a nők azt komolyan veszik, de a férfiak, ájjé, hová lett a tavaly? Mi hát csak elsiratjuk miattuk a legszebb fiatalságunkat. Tapasztalom, hol beszélsz? A szerelemben is négy évszak van. Előbb forró, aztán meleg, aztán langyos, aztán hideg. Végül ott tudja a gondolkodni. Vonulj Kolostorba, Ophélia. Ebbe helyet meg, Ophélia. Még mindig nem akarsz Kolostorba vonni. Mi történt? Kibombáztátok szép így a házat? A gyönyörű porcelán, szép kis dolog mondhatom. Na, segítsetek összetek! Ott a lapát, tegyétek rá! Nem tört el. Így van, nem tört el? Jó, menjetek, töltsétek ki a kávicskát. Annak a levélnek itt kell lenni. Lehet, Dusika, hogy majd jön. Nem, már megjött, az itt van. Esküszöm neked, hogy nincs. Esküdjék, hazudik. Anyám, nekem tudnom kell, mi van abban a levélben. Érti, anyám, én azt tudni akarom. De ha mondom, hogy a Biki nem ért meg. Ugye, hogy elfogta a levelet? Hát én is csak úgy gondolom.
gondolni. Az a fiú már nagyon rizik, ami miért nem. De majd. Igen, vagy nem? Azt én szeretném tudni. Jó. Jó. Nem tudhat sokáig az egész. Szabad! Alászolgálja! Ajánlott levél Szalai Lujza úrhölgynek. Ó, oh, Lujzácskám! Adjó! A leveled! Alászolgálja! Ajánlott levél Szalai Lujza úrhölgynek. Alá is kellene írni, csak a ceruzámat. Hol kell aláírni? Oda! Ide! Dátumot is legyen szíves. Mi a dátum? 1913. December. 28. Kezdj csókolom. Várjon! Lujza! Lujzácskám, Dusika drága! Anyácskát szól, nem hallom? Gyere, mondd meg nekem, mi van abban a levélben? Hát nem vagyok én az anyácskád, nem kell nekem azt tudni. Hát mit írt az a fiú? Vége? Mindenesen semmiből nem akar tudni. Mit akarsz úgy csinálni? Lúj! Isten, mire neveltelek fel benneteket? Lújna! Azonnal kijönni! Azt a levelet. Ne beszélj! Ne beszélj! Anyám! Nekem ezt muszáj elolvasni! Anyám! Abban a levélben olyan dolgok vannak! Anyám, ne tegyest velem! Most nem! Majd amikor te nem leszel itt! Anyám! Abban a levélben olyan dolgok vannak! Anyám, meghalok a szégyentől! Anyám! Ne beszélj! Hát akkor! Olvassa el! Itt a levelet! Én csak egyet mondok neked. Ha te ilyesmit csinálsz magaddal, akkor abban az órában engemet is megtalálhatsz. A padláson leszek, a nagy gerenda alatt. Most már tudod, elhagyott. Elhagyott. Ez volt az utolsó szava. Az utolsó. És mit írt? Azt, hogy a nő épp úgy viselje a felelősséget, mint a férfi. És te igazat adsz neki? Én is mindig ezt mondtam neki. De most belül a szíved! Azt hittem, hogy meghalok. De most már tudom, élni fogok. Rettenetes negyed órád lehetett. Semmi se voltam. A szívem, a testem, a lelkem,
csak egy anyag, egy író első verses könyvéhez. És mit fogsz most csinálni? Semmit. Valamivel el kell tölteni az életet? Semmiben. Valamit kell csinálni? Férhez megyek. Meg tudnád azt tenni? Én most már mindent meg tudok tenni. De kihez? Majd valami figurához. Akarod ezt a sárgát? Én csak heccelődöm vele. Ne viccelj, írtózom tőle. Mit csinálsz, hová mész? Magam akarok lenni. A leveled. Köszönöm. Tessék! Kezit csókolom. Jó napot, Komoróci! Ha nem lennék terhére ezt a parányi világot. Ó, köszönöm. Ó, maga is itt van. Hát miért nem veti le ezt a fele nagy bundát? Perc alatt úgy megizzad, mint egy medve. Az meg nagyon gyengíti magad. Ó, és hozzá sál nem volna a nyakán. Nem is volna jó. Nem fogad meg tőle. Háli nagyság, mit csinál maga? Maga az emberrel. Magam választottam ezeket a virágokat, mert tudtam, hogy maga ezeket szereti. A maga gyengítsége igazán megható. Ó, köszönöm. Azt szeretném tudni, honnan a mennydörgős mennyküből van magának? December 28-án pénze ennyi gazra. Maga olyan, mint egy kovács. A porcelánbolba, aki vastalápáccsal csapra egy finom porcelánra. Azt mondja meg inkább, megvan-e még a tegnapi székrekedése? Hassikarás! Köszönöm már elmond. Azért választottam ezeket a boldogpiros rózsákat, mert ezzel szerettem volna kifejezni az ön temperamentumát. Bocsánat, elnézést kérem. Nem én még temperamentum, hanem egy jó fotel kell a beteg embernek. Kérem, én már megmondtam magának, hogy én nem vagyok beteg. Csak nagyon vigyázott magamra. Maga nem tudja megérteni, hogy nem csak a saját életünket éljük, ami az őseink, a szüleink vérében, idegeiben benne van, az benne van a mi vérünkben, mi idegeinkben is. Az én őseim sokat szenvedtek. Beszélhetnék önnek a múltról, de ön ezt úgysem tudná méltányolni. Megírtam azt, hogy nem sokára meg fog történni az az egy lépés is. Milyen lépés? Nagy bal lépés. Amelyik közelebb visz a boldogsághoz. Vagy a hasraeséshez. Nehéz most erről beszélnem, mert akit igazán érint, annak még nem mertem megpendíteni a dolgot, de egyszer ennek is meg kell történnie, mert aki boldog akar lenni, annak merésznek kell lennie! Na, hiszen itt van a Jenőke. Olyan jól tudok hűteni, nála sosem használtam, maguk is olyan jó meleget tudnak csinálni, olyan jó, amikor a levegőben fár, mindegy, ugye? Nem haragszol? Ha nem, kérlek, boldog vagyok. Segíts! Szervusz, mam. Szervusz, papa. Sokat jártál, papa? Igen. És nem is volt hideg. Tudod, nem vagyok én olyan legény. Egy kis hideg, egy kis szél. Az csak jó volt időnek, papa. Így van, az semmi. Jaj, csak a szelet. Csak a szeletnepesége miatt. Én ellensége vagyok a szeretnek. Én ott szeretnék, ahol mindig süt a nap. És a narancsok megteremnek a szamot. És egy kis ápolónő kocsintologatja magát. Hajt a képedig, beváltsam hozzá orlokát. Elkó, jön a papa a pipaszárral. Elkó mindig olyan dolgom van. Istenem, csak. Ezen meg mi a
Hölgyeim! Maguk? Maguk nem is tudják, hogy mi az a szél. Én ott, a hivatalban, ahol dolgozom, az ablak mellett van egy repedés. Na, azon a repedésen úgy jön a szél. Nyáron, mint meleg repedő, hideg, mint télen úslak. És ahogy jön az a szél azon a repedésen, az olyan, mint egy hegyes szög. Mint egy nagy, jeges, hegyes szög. Ám már, hogyha így jön a szél, akkor lehet azt mondani, mint egy nagy tüzes szög. Ez éppen olyan, mikor az ember a nyelvét a fagyos kilincset veszi, úgy odaégeti, mintha katyra tenni. És az a szél itt hatol bele. Itt, a bordámba. Ja, az állam. Nehéz elviselni ezt a dolgot, kérem szépen. Tessék! Mit csináljak én ezzel a holmival? Ez egy darab flanell, jó vastag és meleg. De húzza fel az inge alá. Attól majd az a tudat, hogy nem fér a bordáimhoz. De mondom, hát mit csináljak én ezzel? Mondtam, hogy húzza fel az inge alá. És attól majd az a cudarszög nem fér a bordáihoz. Van a figurát akar belőlem csinálni? Grandiózusan áll magának ez a pártel, de elől kell viselnie, Pubika! Tehát böske nagyság! Böske, te szemtelen! Mama kedvence, itt! Böske, te ördög! Böske nagyság, hát maga merte ezt velem tenni? Hát örökké nevetségessé tett engem! Mit csináljak magával, amikor maga olyan ellenállhatatlanul komikus egy figura? Aj, Böske, te meg vagy. Kérjél azonnal bocsánatot! De hát... Miért csinálta ezt velem? Én kénytelen leszek. Kénytelen leszel, de most először is bocsánatot fogsz tőle kérni. Egy-kettő, mert megharagszom. És mondd, hogy ez többet nem fordul elő. Hogy neveletlen és szemtelen voltál. És hogy minden marad a régiben. Egy-kettő. Ezért a kis ostobaságért. Én vagyok itt a családfő. Vagy valaki más? Én neveltelek fel, hogy valaki más. Itt parancsolok itt, vagy valaki más. Olyan ítéletet teszek, hogy... Nem szabad végelődni. Kérem én. Mi történik itt? Az ember végül is kijön a sodrából. Kérem, én önök miatt helyeztettem át ide magam, tehát most kénytelen leszek folyamodni. Karolci, én nem akartam őt megsérteni, de határozottan tudtára akartam hozni, hogy eszem ágában sincs férhez menni magához. Én sohasem mondtam, hogy szerelmes vagyok magába. Akkor is. Én önök miatt jöttem ide. De most kénytelen leszek folyamodni. Most, ezt nem engedhetjük most meg. Most rám is haragszik. Nem. Magának nem. Hanem mindig van. Maga olyan ember, amilyen tízeg abban van, aki nemesen, állandóan és mélyen szenved. Csak átpasszoltad a jenőt? Mennyire szomorú, hogy pont most kell szakítanom, mikor kiderült, hogy három közül mégis van egy, aki méltán annyit tudja az én egyéniségemet. Én kérem, önök miatt helyeztettem át ide magam, de most kénytelen leszek folyamodni! Ezt nem engedhetjük meg semmi esetre sem. Egy ilyen kedves jó barát, és a lányokra pedig majd adok a pipaszárral. Komolóci, igazán nagyon szégyellem magam. Kérem, bocsásson meg! Én az annyit tudok csak mondani magának, hogy én nem akartam megsérteni. Kérem, ne menj el tőlünk. Ne akarjon ennyire megbántani minket. Maradjon továbbra is, ami kedves jó barátunk. És igazán nyugodtan maradhat, hiszen nem maga, hanem én vagyok a hibás. Csak is én, aki képes voltam ilyen szívtelen, csúnya ostobaságra magával szemben. Pedig maga mindig olyan finom és kedves volt. Igazán nagyon szégyellem magam. Bocsásson meg, és adjon kezet. Bocsáss meg neki!
Bocsásson meg. Bocsásson meg neki. Jó. Megbocsátok, és igyekszem elfelejteni a dolgot. Köszönöm. Tiszteltetem az egész társaságot. Lely! Apa. Jó, mindig olyan jó volt hozzám. Nem találok szakadat. Maga meg! Amit most vettem, az minden volt. Szervusztok! Papa megy a sétatérre. Jól van a puska, csak sétáljon sokat! Szervusztok! Ilyen sok tavasszal minden olyan csupa jó illat! Miért nem dugjátok ki soha az orrotokat a levegőre? Minden olyan szép zöld! Igen, papa, tudjuk! És járda, tele van almavirágokkal. Nézzétek, nézzétek! Már láttuk, papa? Ha biztos a szél hozta az éjszaka a hegyekből. Olyan, mint egy rózsaszínű szőnyeg. Mindig így van tavaszkor. Na, szervusztok. Tavaszkor minden olyan szép. Igen, papa, nagyon szép minden. Na, pápá, megyek a sétatérre, pá. Jó van, apuska, csak sétáljam sokat. Luizám! Kis tihány, papa. Na. Sétatér! Tavasz van. Tavasz. Szólnak az erdőben a vadgalambok. Hadd szóljanak. Hogyan lehallatszik? Tavaszkor mindig lehallatszik. Hozzám egy erőhöz. Tudom is én. Most már én is lebeszélek a félrezmenésről. Most már te is másképp gondolkodol. Másképp? Történt valami? Semmi. Egyáltalán semmi sem történt vele. Csak éppen az a véleményem, csak úgy mondom, hogy egy nő, az nem lehet. Neked nagyon sokat jelentett az a katona. Most síratod? Mit sirassak rajta? Volt nincs. Tudhattam volna előre. Egy katona, ha még itt maradt volna. De ha egyszer áthelyezték az ezredet. Azért te most ne gondolsz semmi különöset rólam, mert te most mindenféléket gondolsz. Csak úgy mondom, hogy az ember ilyen esetben nem mehet férhez. Az ember inkább fölvágja az erejét. Vagy bevesz egy adag morfiumot. Azt nem lehet, mert akkor a mama is meghal. A mama mondta ezt neked? Nem csak nekem. Nellinek is. Krisztián? Maga az komorúci. Megijesztettem? Nem csak, el voltunk egy kicsit merülve. Krisztián, beskalacság. Szép napot, komorúci. Nagy szép idő van. Gyönyörű. Beszélhetnék én is az időjárásról, de beszélni banális dolog. Hogy maga már délelőtt itt van? Szabadságot vettem ki. Ünnepnap van. De a naptárban nincsen piros betű. Vannak más ünnepek is. Luisa nagyság? Igen. Kegyeddel szeretnék beszélni. Kérem? Átjöhetek? Kérem, várjon egy kicsit. Meddig kell még várnom? 5 percig. 15 óráig. Jó.
türelemmel leszek. Jó napot! Krisztián! Te bevágod az orrom előtt az ablakot? Nem fogtok itt az utcának telefonálni. Ki fogom hívni az ablakot? Nem fogod kinyitni az ablakot. Te már megint korlátozni akarsz engem? Egyebet is kaphatsz. Miért nem még már fél, ez egészen megőszülsz. Úgy a gyomrodba vágok, hogy rögtön el. Na jó van. Én is hallgatok, te is fejezd már be. Hát mit gondoltok tulajdonképpen? Hogy én majd falura megyek? Hogy majd én valahol a pokol felekén vén uraságokkal le tudok szakacsni élemre az életemet? Vagy azt gondoljátok, hogy ennek a Nellinek minden? Elmehet cinderi bürgözre valami plébános melléházvezető nőnek? Villány, csak minden jó! Én nem csináltam neked ilyen programot. Légy boldog, Nelko, szívemből kívánom. Nem csináltál. Nem csináltál. Hát kicsit el előlem elsőnek a barátomat, akit én magamnak preparáltam. Kicsit el elsőnek, mi? Ki? Ne, Nelko, hiszen fáj! Szemtelen, komisz! Nem jöjjön, Nelko! Nem vagyok már a régi blöske! Nincs már kedvem az ilyen vadjátékhoz! De az nem fájt, mikor engem ebből a biztos partiból kifogat. Kiforgatok! Még félhetem! Nem akarok mást! Csak ki akarok innen szabadulni! De még félhetsz lesz, Nelko! És az még semmi, hogy te hercből elkaparintottad a barátomat, hanem mikor visszakerült volna hozzám, átpasszoltad Lújzának! Az nem igaz! De most megkapod a magadét! Engem akarsz szakítani? Nem! Adjon vállok! Úgy oda vállok! Te réka, te pocok, te vakok! Se őrült a fénycsatalom! Adjon vállok, ha még egyszer hozzám! De mennyire is tisztában vagyok már! Mennyiben? Ha te még lány vagy, akkor én püspök vagyok. Köszönöm a rólam való jó véleményedet. Kérlek máskor is. Menjetek ki. Ma, valami baj van? Nem semmi baj, menjetek. Lújza! A Biki bácsi küldött neked valamit. A Biki bácsi nekem? Milyen kedves ez a Biki bácsi. Egy levelet is írt neked. Nagyságos kisasszony, elküldöm kérem szépen ezeket a lapokat, füzeteket, mi egymást. A gyerek nevét olvasom bennük. Ő küldi nekem ezeket a dolgokat Pestről. Néha-néha belekukkantok azokba, amikbe kép is van, mert a képeket, azokat szeretem nézni. Tudom, hogy sokat voltak együtt, mert beszélni azt tudott a fiú, jó pap lett volna belőle. Az olyan okos nő, mint Kegyed, biztosan tudta, miért hallgatja. Mert ha valami maflasságokat mondott volna, akkor biztos, hogy nagysát faképnél hagyta volna. Gondoltam, talán érdeklik most ezek a dolgok, mert én ugyan nem is értem meg, hogy mit ír azokba a versekbe. Biztosan van ezekben valami szép is, csak nem a magam fajta embernek. Ha talán illetlenül viselkedett ez a fiú, vagy megmerte magukat sérteni, akkor nem akarom többet ismerni. És ha talán nagysádék úgy gondolják, hogy a fiú miatt az apja is, ha úgy parancsolják, én elkerülöm nagysádékat. Pedig valamikor az a fiú nagyon szerette nagysádékat. A napokban kaptuk postán egy fényképet is róla, magának hagyom. Kezüket csókolom, nem akartam megsérteni nagysádékat. Lújza! Lújzácska! Kicsikém! Anyám, mennyit sírhatott, amikor senki sem látta? Mert jó akart lenni hozzánk, ugye? Mert sajnálta, nehogy elmúljon az ifjúságunk hiába. Mégis, mi jót tudtunk tenni vele? Lújza, ha te tudnád, hogy én mit szenvedtem.
Mindent tudok. Jaj, hát mit csináltam volna veletek? Hát hamar elszáradt az a fiatalság, hát hamarabb, mint egy fűszál. Milyen hamar vége van egy lánynak. Na, most menj be is, olvas. Az lesz neked édes is, keserű is. Az édeset adod a keserűjét. A keserűt adod az édesét. Jaj, ki az már megint? Maga az, Komoróci. Kezüket csókolom. Kérem szépen, fogadja ezt a parányi virágot kedvesen. Minden virág egy szó. 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 És ezek a szavak mondják el, mire gondolok. Jaj, a Jenőke mindig olyan szépen tudta mondani, amit akar. Ez a virágnyelv, ugye? Üljön le, Komoróci. Miért teszi tönkre magát ezzel a sok szép virággal? Tetszik tudni, a fizetésem mellé van egy kis évjáradékom is. Ezért mertem gondolni, hogy végre családot alapíthatok. Itt a tavasz. Kegyet szereti a természetet? Szeretem, de a tavasz és a természet az mind olyan nagyon szomorú. Én félek a természettől. Az a nagy kék ég, az a sok zöld, meg az a rengeteg fa. Alig lehet kibírni. Igen, de ez azért van, mert maga annyira beteges. Nem, nem, kérem. Én nem vagyok beteg, ezt le kell szögezni. Különösen ebben a pillanatban, amikor értett a remény, hogy végre magamhoz láncolhatok egy finom lelket. Hát, megtalálni az igazit, ugye? Az a legnehezebb, ugye? Mert hát a nő az legyen szép. Hát ugye, én sem vagyok rút. Az, hogy beteg vagyok, ezt kérem, Adré. Anyuska ugye nagyon hamar elutazott. Most se lehet tudni, hogy hová utazott, apuska pedig főbe lőtte magát. Hát, úgy gondoltam, hogy rájuk való tekintettel én sokáig fogok élni. Hát én gyakran elképzeltem a leendő otthonomat. Szép kis otthon, pontos étrend, délután jót aludni, este időben lefeküdni, kis társaság, semmi társaság. Megőrizni a nívót, nem húzni újat a természettel, kímélni az idegeket. Ugye, hát tulajdonképpen én már nagyon régóta szerettem volna boldog lenni, de eddig még sosem sikerült. De hogyha kegyed majd igent mond, akkor majd mindent úgy csinálunk, hogy nekem jó lesz. Mindent úgy rendezünk el, hogy az nekem jó lesz. Mert hát, ugye, nem szabad újat húzni a természetnek, kérem szépen. Hát, lehet télen is jégerénybe inget hordani, ugye? Hát kérem, a gyomorrontás az olyan közönséges dolog. Hát, finom ember ilyet nem csinál. Ami a szívet illeti, az ember lehet szerelmes úgy is, hogy nem hajtja túl magát. A túlhajtás amúgy is olyan parasztos dolog. De hogyha maga most ideadja azt a kis kezét, és a feleségem ezt, azt a drága jó kis kezét, akkor én majd boldog leszek. Akkor én nem. Majd... De miért? Nem. De miért? Nem leszek. De miért? Érti ezt? Miért? Maga... Én nem maga, leszek a felesége. Maga megöl engem! Menjen már! Menjen már! Kérem. Miért van még mindig itt?
lépni. Maga, mert megint mit van? Mit keres itt? Hagyjon engem végén! Nem szeretne boldog, nem. És elég hagyjon, lenni! Szenvedni akarok! Én is tudom, mi az a fájdalom! Hagyja meg a fájdalmamat! Tudok, jó kedves és vidám is lenni, csak vigyem ki abból a gyomorúságból! Ereszem! Ereszem! És mihez fog most? Az, aminek lefekszem, és meghalok! Mama! Na, papa, sokat jártál, papa. Sokat sétáltam. Kitűnő volt máma a társaság. A kollégák közül mindenki ott volt. 11-en sétáltunk. Örülök, papa, hogy jó volt neked. Papa. De mama, tudod, mi jutott nekem eszembe az úton hazafelé? Na, micsoda, papa? Mostanában soha nem láttam azt a szépes fiatal katonát. Nem. Már sohasem jár erre az a katona. Nagyon szerettem azt a katonát. Az egy nagyon kedves, szép fiú volt. Vajon miért nem jön már többet az a katona? Elhelyezték az ezredet, papa. Nem is tudtam. Te mama! Mit akarsz, papa? Mama, te sírsz? Nem sírok, papa. Van a pubinkó. Hát szép ez. Csúnya fiú, csúnya rokon, hát illik ez. Nem látom a pubinkót 2 hete már az utcán sem. És nem tudom. Hát mi van? Hát mi van ezzel a kedves, jó fiúval? Hát ti lányok, ti ördögök, hát mit csináltatok vele, hogy ez a rokon már egy 1/2 év óta be sem jön mi hozzám? Azt hallom, nem eszik. 10. napja semmit nem eszik. Na, most a néni megy, és hoz egy kis finom becsináltat, mert enni azt muszáj. Nem. Semmi étel. Ja, hát akkor a pubinkó éhen fog halni. Nem tudok. Miért nem tud? Nem megy le a torkomon. Jaj, hát a pubinkó igazán meg akar halni. Meghalni. Jaj, hát egy kis becsináltat azért még lehet enni. Szívem nem bírja ezt az életet. Érem, nem szabad a pubinkónak haragudni. Én csak egy szegény öreg asszony vagyok. Egy szegény öreg bolond. Szerettem volna, ha a pubinkó az én fiam lett volna. Na és a doktor? Nem volt a pubinkónál a doktor? Nem, én nem vagyok beteg. De ha nem élhetek úgy, ahogy hozzám illik, és ha nem lehetek boldog... Jaj, majd fog enni a pubinkó, és majd meggyógyul a pubinkó. És akkor a Szalai néni szerez neki egy jó kis feleséget. Egy másik lány, nem olyan bolondos, mint ezek. Na, most a néni megy, és hoz egy kis finom becsináltat, mert enni azt muszáj. Köszönöm!
Kérem, hagyjon szépen meghalni. Fúj, micsoda megáporodott levegő van, hogy majd megfulladok. Tudom, hogy már egy hete nem eszik. Csak úgy program volt. Befekszik a tájba, elkezd nyitja fogni, kijelent magának, hogy most kampec. És még azt merik kívánni, hogy az ember tisztelettel viseltessék őrültségére. Keljen föl! Egy-kettő! Barbár! Mindig is az volt! Csak nem gondolja, hogy nyugodtan végignézem, hogy teszi ez a képzelődés tönkre. Nem tudok mozogni. Hogy a végén csak ugyan itt hagyom bennünket örökre. Keljen föl! Nem, nem tudok mozogni! Aj, maga szerencsétlen! Hiszen magasabb fizetési osztályba lépett elő. Újabb lakbéros, magasabb korpótlékot kap. Ki nevezte? Itt a hivatalos lap. Itt alá is húztam. Jaj! Hogy maga milyen kedves. Maga mindenre gondol, nekem ez eszembe se jutott. Hallgasson rám, Jenő. Én most is az vagyok, aki voltam. Csak meghiggadtam. És ami a szívemen, az a nyelvemen. Amikor én először megláttam magát, föltettem magamba. Feleségül megyek ehhez az emberhez. Tudtam, ha egy kicsit fölfrissül, ha egy kis színt kap, igazán csinos fiatalember válik magából. És én nem az a nő vagyok. Aki, ha egyszer valamit kitervel, az egykönnyen elfuserálni hagyja. Csülökre magyar, ha nem megy másként. Csak semmi brutalitás. Mászik ki az ágyból. Nem tudok. Ajé, tisztában vagyok én már magával. Szívesen kimászna be az ágyból, csak nem engedi az egyéni tekintély, a névó, a színvonal. Ki az ágyból? Egy-kettő. Nem tudok mozogni. Nem tud? Nem tudok. Nem tud? Nem tudok. Biztos, hogy nem tud? Biztos, hogy nem tudok. Na majd mindjárt látjuk. Nézzem meg, nem tudok. Nem tud? Nem. Jó, rendben. Tessék. Akar még egy tust? Csurom, vizes lettem. És hogy keljek így fel? Hol a ruhája? A szekrényben. Hozzon egy inget, meg egy törölközőt is. Csak inget találtam. És hogy öltözzek így át maga előtt? Megoldjuk. Na, és most, hogy nem halt meg, mihez fog kezdeni? Áthelyeztetem magam. Elment az esze. Hát, hogy találkozom a nővéreivel? Hagyja szegény Lujzát és Böskét, megvan azoknak a maguk baja. Na. Az igazi boldogság helyett egy rongyos kis illúzió. De hál' Isten, legalább ez maradt neki. Jaj, segítsen már. Böske a hadnagyot gyászolja, Lujza pedig a költőt. Tényleg? Hát hogy csinál? Mit csinál maga? Költőt? Igen, a költőt. Peske kapott Pistától egy pár szép levelet a frontról. Igen? Aztán idehozatta magát a kórházba. Itt meg is házasodtak, a nagymama odaadta a kauciót. De már késő. Böske szegény most özvegyleány. Igen? Pista emléke pedig szent és jó. Hát ezt tudtam volna. Első pillanattól kezdve biztosította volna arról, hogy én... Nem kell erről már beszélni. Ez mind belepte már a por, befújta már a hó. Igen. Szóval hát Böske a hadnagyot gyászolja. Tehát a Biki. A Biki. Az nem volt katona. Lujza nagyság mégis. Hogy miért jár gyászban? Ez az érdekes gyász, ez stílust ad neki. És ha megvan a stílus, az elveszi a fájdalomnak a kétharmadát. Hú, maga nagyon okos és intelligens nő. Csak nem gondolta, hogy durva lelkű és műveletlen vagyok. De azt gondolta. Na, keljünk föl, egy-kettő. Nem tudok. Segítek. Nem kell azt végig gondolni. Na. Segítsen. Segítek. Várjon, lassan. Na, ez az. Egy, kettő. Járni tanul a kisfiú. Kérem, én kénytelen vagyok bevallani, hogy én éhes vagyok. Hát persze, hogy éhes. Itt van a jó kis becsinált csirke. Becsinált csirke. Ja, csak óvatosan. Jaj, gyönge a kezel, lecsöpögteti magát. Jaj, de kedves. Nagyon finom, bocsánat. Itt a becsinál. Nagyon finom, bocsánat. Maga nagyon ügyes, nagyon finom ez a becsinál.
Istenjelöbes, nem! Tudja maga most mit csinált? Ettem. Nem evett, hanem zabált. Zabáltam? Igen, igen, zabált. Ebből is láthatja, hogy az életben együtt jár a finom és a durva, a szép és a jó, a rossz meg a csúnya. És ha valaki mindig csak az egyiket várja, az bolond. Igyék egy csepp bort, meglátja. Az majd átjárja a vérét. Meglátja, milyen jó lesz. Gondolja? Én tudom. De akkor igyék maga is egy cseppet. Szívesen. Egészségünkre. Egészség... Nem úgy. Szembe, rózsám, ha szeretsz. Ja. Hogy magának milyen szép szemei vannak. Olyan csillogók, olyan kedvesek. Azt hiszem, maga még soha nem nézett meg engem igazán. Hát tényleg nem néztem meg igazán. De az előbb, amikor vezetett, akkor éreztem a kezét, hogy olyan finom, olyan puha. Pedig jó erős kéz, ütni is tud, ha épp muszáj. Csak semmi brutalitás. Igyunk még egy csepp bort. Igyunk. De csak, hogyha maga tölt, mert nekem reszket a kezem. Jó, töltök még. Köszönöm. Hogy is mondta? Szembe, rózsám, ha szeretsz. Most látom, hogy maga nem is van öreg. Maga egészen fiatal. Magának is sokkal jobb színe van már. És amikor mosolyog, magának is gödröcskék vannak az orcáján. Azt is csak most veszi észre. Olyan jó így. Olyan jó így együtt. Én már nagyon régóta szerettem volna boldog lenni, de eddig még sosem sikerült. Csak miért mondta azt, hogy én beteg vagyok? Ellentkezőleg én azt állítottam, hogy semmi baja. Nem. Azt én állítottam. Én tagadtam. Nem. Hogy maga beteg. Nem. Azt, dehogy nem. Azt én tagadtam. És most már lesz drága jó kis feleségem, aki mindenben iparkodni, megérteni engem. Lesz saját konyhám, amiben az készül majd, ami nekem jó. Lesz saját otthonom, ahol mindig úgy folyik majd minden, ahogy nekem kellemes. Milyen szép is az élet. Milyen gyönyörű a szerelem.
Rácz János, az Egri Színház színésze, most azonban a Vásárosnoményi Kontársulat rendezőjeként kérdezzük. Az amatőrökkel való munka fő nehézsége az mi, és van-e esetleg valami pozitívuma kimondottan az amatőrökkel való munkának? Először is azzal kezdeném, hogy ők számomra nem amatőrök. Én mindig hangsúlyozom mindenki felé, és nekik is mondom, hogy számomra ők inkább fél profik. Egy az, amilyen módon ők már működnek ennyi évvel a hátuk mögött, mondhatom szakmai tapasztalattal a hátuk mögött, tehát ők számomra inkább fél profik. A kérdés második felére az a válaszom, hogy ők azzal, hogy nem profi színészek, érdekes mód sokkal természetesebbek tudnak lenni a színpadon, mint egy profi színész. Nagyon nehéz őket olyan szempontból irányítani, hogy mivel ők csak fél profik, tehát ők nehezebben rögzítenek. Tehát azt szokták mondani általában, hogy az a profi színész, aki estéről estére mindig pontosan centiről centire reprodukálni tudja azt a szerepet. Náluk nem így van, és én azt gondolom, hogy ebben az esetben ez ennek a varázsa. Tehát nincs két egyforma előadás. Nincs két egyforma előadás. Ami ezt mondják sincs, de... Egyébként sincs, tehát egy profi előadásra is mondják, hogy nincs két egyforma előadás, de itt sokkal jobban befolyásolja, vagy befolyásolni tudja például, hogy a kontársulat valamelyik tagja éppen milyen lelki hangulatban van. Éppen ezért sokkal nagyobb amplitúdon tudnak mozogni ezek az alakítások estéről estére. Egy ilyen több mint 100 éves darab, vagy legalábbis ugye 1913-ban játszódik, olyan szavakkal, amiket ma már nem használunk, nem nagy merészség 2018-ban egy ilyen szöveggel, egy ilyen darabbal kiállni a nézők elé? Volt esetleg egy kis aggodalom? Bennem semmiképp, bennük felmerült, de én biztos voltam benne, és ma este be is bizonyosodott, hogy a nézők pontosan értik, hogy mi az a szó, mert a szövegkörnyezet, a játék, az pontosan megmagyarázza, hogy éppen miről is beszélnek. Éppen ezért én nem is aggódtam e felől. Hát végül is a közönség állva tapsolt, tehát utólag kiderült, hogy aggodalomra semmi ok, tehát végül is ez a darabválasztást igazolta. A szerelemről szól a dalab, de nagyon másképpen, mint ahogyan azt a szappanoperákban megszoktuk. Lehet, hogy olyan kort élünk, amikor kellő iróniával érdemes csak nézni a magunkat? Én azt hiszem, hogy ez a darab így 100 év elteltével is ugyanazt az üzenetet közvetíti. És azt hiszem, hogy ugyanazokat a küzdéseket, ugyanazokat a vívódásokat, ugyanazokat az érzelmi válságokat éljük meg, mint 100 évvel ezelőtt. Akár ebben a darabban, vagy akár egy mai darabban. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez a darab, Bartha Lajos Szerelem című darabja, ez örökérvényű. Most itt legördült a függöny, és gondolom holnap folytatódik az Egri Színházban. A munka milyen darabokban játszol mostanában? Mi az, ami mostanában foglalkoztat a igazi színészi életedben? Hát szerencsére egész sok minden. Most
a rokonokat próbálom éppen, aztán majd lesz. Szabad kérdezni, hogy ki vagy a rokonokban? A rokonokban Menyus vagyok, ez egy igazából egy pici szerep, egy kollégánk felmondott évad végén, és éppen ezért kerültem bele ebbe a darabba, én nem is lettem volna benne, és az igazgató úr megkért, hogy ezt a pici szerepet szereppel segítsem, már ki, mert nem elég nagy a társulatunk, és későbbiekben majd Halasi Imrével fogjuk csinálni a Régi Nyár című darabot, majd egy Csínom Palkó című zenés játék következik. Mindeközben játsszuk Moravec Levente a Fejedelem című darabját Szigetvárot, és a Legyetek jók, ha tudtok című közismert darabot, a prózai változatot játsszuk szintén Szigetváron és Pécsett is hónapról hónapra. És hogyan tovább a kontársulattól, vagy ilyenkor még le kell zárni ezt a szériát, és később vetődhet csak fel ez a kérdés? Hát erre a kérdésre majd később tudok válaszolni. Most egyelőre örüljünk a sikerüknek. Gratulálunk, és hát sok sikert és kéz- és lábtörést az EGRI színpadon is. Köszönöm szépen.